Sziasztok, Marika vagyok. A cacik is, nem tudom kimondani, videóban mondtam, hogy nem lesz a vírusról videó, több mint valószínű, de aztán meggondoltam magamat, mert az igaz, hogy nem úgy csinálom, hogy kellene, de ez is egy segítség annak, aki esetleg nem már nekiállni, vagy elrontotta már, kemény neki a hús, meg ilyenek, hogy hogyan kell csinálni. Na, hát ugye most nem az elejétől mutatom, mert amikor ezt a csirke mellett megvettem, akkor hazajöttem, megmostam, és ugye lepucoltam, és ilyen kis szafrangokra össze lett vágva. Ezek ilyen centis kis szeletek az összes. Látjátok? Hát ilyen kis vékony kis nyuzegák. Na, most ugye, na és akkor lefogyasztottam, ugye ez pár napja volt, de hát akár egy-két hetet is állhat, ez 2 kg csirkemellből van, mondtam. Arra figyelek ám, hogy mit kell mondanom, nem arra, mit mondtam. Így van, hát egy egész és egy fél citromnak a leve, ez is fogyasztott volt, erről van, itt van még benni a jeges citrom, erről van videó, hogy én hogyan fagyasztom, de hát ki nem tudja, sőt, ha lehúzzát, vagy reszelítek a citromhéját, akkor kétfelé vágva is le lehet fagyasztani, meg egybe is, mert úgy is próbáltam, nem úgy próbáltam, csak nem volt időm vacakolni vele, aztán úgy betettem folpakba, és úgy fagyasztottam le, és rendesen ki lehetett utána nyomni. Tehát akkor lehet, hogy még úgy is lehet, hogy rajta héj, de azért akkor elég kemény. Hát kell a citromhéj, utána a citromot lefagyasszátok, hogyha nem akarjátok először kinyomkodni. Na, ez egy ennyi citrom lép, mondom. Meg itt van oregano, ez egy pupos teáskanál, csak ezt nem így szoktam rászórni, hanem ilyen fémes szitába rakom, és akkor így még átmorzsolom, mert ez így igen nagy, ezek ilyen nagy kis nagyra vannak vágva, vagy törve, nem tudom ezt hogyan csinálják. Én még így össze szoktam átmorzsolom ezen a szitán, fém szitán, ugye már a műanyag szitán nehezebben jön át, a fémet azt meg lehet jól nyomni, azt akkor azért átjön, átnyomom az ujjammal. Most ezeket bekeverem, aztán állhat fél órát, egy órát be lehet tenni hűtőbe, de ez még elég hideg ez a, na? Elég hideg ez a hús, mert este 9-kor vettem elő, most még 8 óra sincs szerintem, úgyhogy még ez így jó lesz, nem rakom hűtőbe én már, meg nincsen 30 fok. Aztán majd mutatom tovább, hogy hogyan csinálom, hogyan lesz puha a hús, hogyan nem fog megkeménykedni. Na hát itt van ilyen kis maradék, ezt már nem rakom bele. Beleöntöm ezt a citromlét. Raj, ide a fűszerre. És akkor összekeverem jól. Lehet, hogy ez a citromli azért kell, hogy világosan maradjon, vagy én nem tudom, fogalmam nincs, de én mindig rakok, így írja a recept. Mondjuk nem igen nézegetem ma a receptet, mert már gyrosz milliószor csináltam. Csak ugye zuborka végett elég drága, télen pláne. Télen többször csinálok, mint nyáron, pedig nyáron ugye van uborka. Most is mondtam a cacikinél, vagy hogy rejteni, hogy most készítem először. Pedig hát ugye volt uborka, lehetett volna 2 hetente ilyet csinálni. Csak hát ki akar mindig ilyet enni, ugye? Pedig jó ám pitába töltve is, de hát azzal nem vacakolunk, mert hasábburgonyával szeretjük igaziból. De hát ugye én most a hasábburgonyát azt nem tudom mutatni, mert az nálam fagyazva van. Le van fagyazva. Azt egy videóban elmondtam én, hogyan csinálom. Azt hiszem. A hasábburgonyát. Mert én mindig elősütöm, és akkor lefagyasztom.
Meg hogyha nem fogyasztom le, akkor meg ugye hűtőbetettem, és akkor másnap. Addig kell sütni a hasáborgonyát, amíg nem kopog. Még világos, de már kopogja, amikor így hozzájutitek, amivel kiszeditek, kopog, akkor ki kell venni, kihűl, aztán mehet a mély hűtővel. Aztán, amikor enni akarjátok, akkor csak úgy fajosan, azért a jeget le kell róla szedni, hogyha havas jeges, akkor csak beledobni a forró zsírba, meg gyalán gyorsan a fedőt, mert ugye ezt a föcső valamivel van rajta jég. Na, látjátok, ez minden litta ez a mell, ezt a fűszert, meg a citromlét. Hát, remélem jól összekeverődött, majd még kevergetek rajt. Aztán majd jövök a sütéssel. De el is mondhatnám, aztán már is búcsúzhatnék, mert elég bonyolult lesz azt mutatnom, mivel akkor már lehet, hogy itt le, ha bár nem hiszem, mert elő lehet ezt is sütni. Egy órával előbbre el lehet sütni, aztán majd mutatom, hogy utána hogyan. De hát nem lesz egyszerű megmutatnom, mert már lehet, hogy itt lesznek a gyerekek. Na, kezet mosok, aztán még egy kicsit kevergetem, vagyis először kevergetem még egy kicsit ezt a kezet mosok, aztán majd jövök a sütéssel. Na, akkor mutatom, hogyan szoktam csinálni. Hát nem tudom, mennyire tudom mutatni. Ugye fedettem az edényt, öntök bele olajat. Ehhez mindig olívaolajat használtam, hát most csak ez a drága van itthon, úgyhogy ezt fogom. Ugye ezt folyamatosan majd tölteni kell föl. A csirke mellett azt egy ilyen műanyag szűrőbe belegurítottam, ott van alatta a tál, amiben volt, hogy folyjon le a leve, mert ha ide ugye forró olajba bele rakjuk azt a nagyon vizes csirke mellett, akkor ugye nagyon fog pattogni. És akkor ugye már ellenőrizzük, hogy mennyire forró. Szóval csak azt mutatom ám, ahogy én csinálom. Na, hát ez már rész jó. És akkor rakom bele csirke mellett. Nagyon keveset. Meg kell csak így ennyit körülbelül. Aztán amikor látod, hogy kifehéredik, már nagyon fehér, még egy kicsit hagyhatod, hogy kirújjon az alja, és akkor megfordítod, mert ennek a csirkemellnek meg is kell sülni most. De nem nagyon, csak éppen hogy. Hát ugye eléggé föcsök, úgyhogy eléggé katasztrófa, utána ott lehet takarítani. Én már úgy ítélem, hogy az jó lesz, mert még nem. Ne sokat hagyjátok, mert akkor a csirke már megtemelkedik. Inkább ne legyen nagyon sült, mint túl sült legyen. Hát én szerintem, ha meg kilúd, hanem meg kell fordítani, és össze kell várni. Végig nagy lángon hagyjátok, mert különben levet enged, akkor tényleg keményre. Na, így is látjátok, jön a leve. Egy kicsit kisebb lángra vettem, mert igen, köcsögött. Az a lényeg, hogy süljön át. Tehát ellenőrizni is. Mondjuk egy késsel, vagy egy ollóval két felé vágni egyet. Egy kicsit még hagyom. Akkor mutatom végig. Itt a tál, majd ebbe fogom átkapni. Én
szöveget megnézek. Látjátok, már nem piros a belseje, akkor már ki lehet szedni. Akkor már annyira kész, hogy még így se egyszer föl lesz forrósítva. Akkor így az összeset megcsináljuk. Látszik, hogy itt most van egy kis víz is, és egy kicsit fáradtassátok el. És én mindig szoktam utána egy kis olajat önteni. Hát ilyen tényleg utána megyek. Szóval is se kell. Csak akkor napon bele a következő. Szóval ez így körülbelül így egy perc alatt meg volt, ahogy láttátok, már le se kapcsoltam azt. Mert ezt tudok valami más, mert a vízben nem a legjobb megemzás. Mostan meg vele. Arra számítsatok, hogy ez nagyon köszön, úgyhogy ha gondoljátok, le kell körülte alufóliázni. Akkor így. Látjátok, hogy ilyen állapotban van. Szépen megsütitek, mert most már figyelhetitek is már fejt, mert egész minimális. Csak belőlesen a kiszerkeveréket. Milyen kiszerkeveréket használok, ezt úgy szoktam csinálni, amikor ugye ebéd előtt. Visszarakom ebbe a zsebénybe, amelyik gondolok, hogy megeszünk. Töporósítom egy pár perc, és ezt hozzákeverem. Hát erre, ahogy rá van írva, én nem úgy használom. Én így, ahogy elmondtam, mindig is így használtam. Szerintem így a legfinomabb. Próbáljátok ki, ha így csináljátok, akkor biztos, hogy nem lesz kemény sem, mert finom is. Úgy csináljátok, ahogy én most, hogy egyszerre többet rakjátok, és akkor gyorsan nyomkodjátok szét, mert látjátok, amit először elraktam, az ott már megkörült. Túl sokat nem szabad, mert akkor elkezdjük ezt a fehér levet engedni, még így is. Nem szokott még így is, nem tudom mennyire látszik. És akkor ugye bekeményedhet. Itt az a lényeg, hogy egyszerűen nagy hű, gyorsan kész. És akkor nem tud megkeményedni ez a csirke, már és ez még harmadnap is, ha marad belőle, finom. Mikróban szoktuk fölmelegíteni, de lehet úgy is, hogy ebbe az erénybe, vagy valamelyikbe egy kis olajat fölmelegíteni, ezt beledobni úgy fűszeresen. Hát ahogy gondoljátok. Biztos vagyok benne, hogy nem tudom mutatni, hogyha már ebédelünk, úgyhogy most egy adagot megcsinálok, amit körülbelül így két személynek. Hát ugye így elosztom ennyi a férjemnek, ennyi nekem. Hát lehet, hogy egy kicsit sok, nem tudom, ugye. Most így fölmelegítjük, mert ugye ez már meg van sűrve, fölmelegítjük, és ezt a fűszerkeveréket, amit mutattam, ezzel jól megszóljuk, de kevergetni kell közben, mert pontosan nem tudom, hogy mennyit szóljak rá, úgyhogy legyen színe. És akkor így tealaljuk. Úgyhogy ezt az összeset úgy meg fogom csinálni. Egy kis olívaolajat öntök alá, ha szükséges. Már itt zárhatom, mert tálalhatom is, és kész.
hasábburgonyával és szadzukivel. Na, látjátok, készenem, nehogy megkeménykedjen. Látjátok, így kész, most ha ez kihűlt, akkor megy a hűtőbe, és akkor holnap ezt evédelünk, hogy egy adagot félre rakok magunknak. Hát a többi meg jól elfogy ma. El leszünk hozzá bőven finom, puha, meg van sülve, nagyon finom, nagyon puha. De meg sós is minden, ugye ebben a fűszerkeverében minden van. Ha kellett azon melegíteni, azon a fűszerkeveréken, ez a hő most adott neki annyit, amennyi bőven elég. Úgyhogy én nem előre szoktam bekeverni, én ezt így csinálom évek óta. Például a fiam se így csinálja, én úgy tudom, de én mindig így csinálom, és nagyon finom. Amiket elmondtam, arra figyeltek, akkor ez nagyon ízletes étel lesz. Aztán lehet, hogy van másfajta fűszerkeverék is, én ezt szoktam használni, ha kapok. Most is van itthon három, már egy biztos nem lesz elég, ami most még maradt ehhez a rengeteg húshoz, ugye 2 kiló volt összesen. Jó, van, én deszképnek rakok be egy kitalált ételt, de mást már nem tudok mutatni. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, legalább valami kis segítséget adtam ezzel kapcsolatban, mert ezt hallom, hogy sokan elrontják. Na, sziasztok! Esetleg a videó alá írjátok oda, hogy ti hogyan készítitek.